Glaszta Andrea kalocsai testépítő tavasszal az Európa-bajnokságon elért második helyével egyszer már megmutatta, hogy van keresni valója a sportákban, így most egy újabb neves, több száz indulót felvonultató versenyen vett részt. Ez a Fitparádi nevű úgynevezett multisport rendezvény volt, amely a közép-európai régió egyik legnagyobb versenye. Hívta felre a figyelmet Glaszta Andrea, aki az EB-hez hasonlóan ezúttal is kiválóan szerepelt, hiszen megnyerte kategóriáját. Mi lányok összesen 66-an voltunk, ez 13 kategóriát jelentett. Ugye itt vannak magasságbeli korlátok, 160, például 165 centi alatt fölött, és így mentünk egészen 170 centi feletti kategóriák és korhatár. A korhatáros csoportok azok magasság nélküliek voltak. Glaszta Andrea itt a fitmodell Sportlady Open kategóriában bizonyult a legjobbnak, amely több szempontból is óriási eredménynek számít a kalocsai sportoló számára. Egyesével hívnak fel a színpadra, és nekünk lányoknak kötelező egy úgymond tésétát bemutatni, ahol a nőiességet, a szépséget, igazából a nőies kisugárzást kell bemutatni. Annak ellenére, hogy Andi a színpadon egyedül szerezte meg a már említett első helyet, felkészülése során akadt azért segítője és egyben támasza testvére személyében. A hugom az végig edz velem, végig segít velem, ő kísérrel a versenyekre, támogat, bíztat, amikor én, én már nem hiszem el magamról azt, hogy egyáltalán képes vagyok végigcsinálni, ő mindig ott van mellettem, és mondja, hogy de képes vagyok rá, és megcsinálom. Úgymond szponzoraim nem voltak, tehát én ezt igazából saját részből és a családom segítségével tudtam fedezni. Glaszta Andrea versenyrészleteiről még többet árult el a riport során, amelyből hosszabb összeállítást október 27-én csütörtökön 19.30-kor kezdődő sportmagazinunkban láthatnak.